Budakeszi Vadasparkban Szabó Péter igazgató úrral beszélgetünk 2014 elején, hogy milyen volt a Vadasparkban 2013, és milyen tervekkel indulnak neki a 2014-nek. Alapvetően egy sikeres évet zárt a Budakeszi Vadaspark 2013-ban, 138 ezer látogató kereste fel parkunkat, ami egy non-profit szervezettől itt a várostól egy kicsit mégis az agglomeráció egy nagyon jó számnak számít. Én azt gondolom, hogy a 2013-as év az időjárás szélsőségeit is beleszámítva a fejlesztések meghozták a hatásukat. Azt gondolom, hogy a 2013-as év arról szólt, hogy a szolgáltatás minőségét próbáltuk javítani, több új előadás, több új kisállatsuli, állati jobb bemutató beindításával, úgy gondolom, hogy sikerült a szolgáltatás színvonalát emelni. 2014-es tervünk, szóval ugyanezen az úton kívánunk haladni, egy új simogatót, amit itt önök is láthatnak, egy új kisállatsimogatót, egy őzdám, mufon simogatót kívánunk létrehozni, ahol is az emberek testközelbe kerülhetnek a természettel, és megtanulhatják azokat a viselkedési formákat, amik egy-egy állattal való kapcsolat, szoros együttélés mellett is szükséges. Tervezik-e esetleg más állatok? Gondolom a farkasokat nem nagyon lehet simogatóba rakni. Nem lehet simogatóba rakni. Azt tudni kell, hogy minden állatnak van egy jelleme. Tehát azon kívül minden fajnak van jelleme, és minden állatnak külön-külön. Tehát nem minden állat alkalmas simogatásra. Például, hogy példát hozzak föl, az őz, ami nem alkalmas rá, hiszen ő olyan ideges, ő ezt nem bírja, ő neki ez túlságosan stresszes, hiszen amit láthatják a háttérben, több száz ember fordul meg egy-egy nap ezekben a simogatókban, és ezért pihenőnapokat is kell alkalmaznunk. A muflon és a dám viszont, a dám szarvas kiválóan alkalmas arra, hogy így megsimogathassuk őket. Farkasnap alkalmából vagyunk igazából itt, mert ezen a napon nagy farkasnapot rendeztek a Vadasparkba. Az év folyamán még milyen farkasokkal kapcsolatos programok várhatók? Idén indítjuk be a farkas látványetetéseket, amivel kapcsán a ide látogatók hasznos információkat és sok olyan tudnivalót szerezhetnek meg a farkasokról, amik ugye nem köztudottak. Az az egy kép él bennünk, hogy a farkasok azok egy vérszomjas ragadozók, aki elől menekülni kell, és hát itt próbáljuk egy kicsit árnyalni ezt a képet, hiszen veszélyesnek veszélyes állatok, de egy nagyon félénk, az embertől nagyon félő állatokról van itt szó. Mit akar a látványetetés? A látványetetések hármas funkciót szolgálnak. Egyrésztről az állat, tehát itt a Vadasparkban tartott állatok hétköznapjait kívánjuk ezekkel a programokkal egy kicsit színesíteni. Másrésztről ez tehát a látogatóknak is egy attrakciónak számít, hiszen így testközelben, tehát egy 2-3 méterről akár láthatnak egy olyan farkast, amit máshogy igazából észre se vennének. A harmadik funkció pedig az, hogyha esetlegesen állatorvosi beavatkozásra van szükség, tehát ez a leghasznosabb funkciója, ha állatorvosi beavatkozásra van szükség, vagy bármiféle betegség jelentkezik az állaton, akkor azt hamarabb észrevesszük, és a kezelés is egyszerűsödik így. Iránya, tehát ahonnan hozzánk bejöhetnek, az Horvátország, illetve Szlovákia. Most nyilván Horvátország nagyon messzi van ide, Szlovákiából pedig ugye a Duna minket megvédettől, tehát itt nem valószínű, hogy a következő 2-3 évtizedben bármikor is farkas fog felbukkanni a pirzsi jegyekben, de a Bükk, Mátra,
Zemplén. Ott már regisztráltak farkasokat, láttak, vannak fényképek is róla, és ugye nyilván a legkézenfoghatóbb jele az a préda állatok, tehát egy-egy szarvas tetemnek a felelése, ugye az bizonyítja, hogy ezek a farkasok már itt vannak. A farkasok nagyon félénk állatok, tehát nem kell arra számítani, hogy itt aztán kimegyünk sétálni, és tucatjával látjuk a farkasokat, hanem hogyha már megérzi az emberszakot, akkor több kilométerről is már eltávolodik tőle. Vannak fotócsapdák, és azok, amiket üzemeltetnek a különböző nemzeti parkok, illetve erdőgazdaságok, és azok már, annak, ott már vannak fényképek és kézzelfogható bizonyítékok, hogy ezek a farkasok már itt Magyarországon itt vannak. Magányosan jönnek esetleg ide, vagy inkább csapatostul már? Csapatostul, tehát vannak egyéni elkóborló jószágok, de igazából ez úgy nézik, hogy váltóvad. Tehát az, hogy ezeknek akkora életterük van, és annyit mozognak, hogy simán lehet, hogy a egyik nap Szlovákiában vannak, még aztán átüggetnek Magyarországra, és utána visszamennek. Szaporodni is már információim szerint, tehát ugye a pletykákból úgy hallottam, hogy hivatalosan még nem bizonyított, de én biztos vagyok benne, hogy van Magyarországon farkas. Ami a Budakeszi Vadasparkban élő három farkas, ő egy mongol alfaj, és a Veresegyházi medve otthonból érkeztek ide 2011-ben. Ami még fontos a farkasokkal kapcsolatban, el kell mondanom itt a vadasparkiakról, az, hogy idén kaptak új helyet, tehát eddig egy kifutóba voltak a medvékkel, és idén valósult meg egy olyan fejlesztés, hogy ketté választottuk ezt a kifutót. Így van, így nyílt lehetőség arra, hogy ezekkel a farkasokkal komolyabban is tudjunk foglalkozni. Hiszen, hogyha bármilyen csalit, bármilyen jutalomfalatot elhelyeztünk a kifutóban, hát nyilván először az erősebb a medve ezt felvette, és akkor nem volt rá mód, hogy ezekkel a farkasokkal mi komolyan tudjuk foglalkozni. Egyébként a medvék és a farkasok úgy általában jól el vannak egymással? Tehát, hogyha mondjuk, amíg mondjuk eddig együtt voltak, attól eddig, még... Eddig nem volt gond velük, tehát nem volt semmi atrocitás, tehát nem volt semmi agresszió kettő, hiszen ők, azért nyilván a medve volt az úr a házban. Egyszerűen ez egy praktikusság, ami így külön választva, így sokkal egyszerűbb a medvével, külön foglalkozni, sokkal egyszerűbb a farkassal. Tapasztalat az, hogy a farkasok sokkal jobban láthatóak, sokkal jobban megnézhetőek, és a látogatóknak is egy sokkal jobb élmény volt. Egy olyan farkas, ami akár 2-3 méterre is oda jön az emberhez. Meleg tél van, tehát hogy az évszakhoz képest melegebb van. Hogy viselik ezt az állatok? Észreveszik? Lehet rajtuk látni? Mondjuk például a medve. Láthattuk, hogy barlangjába pihen, hogy ő igazából alszik ilyenkor? Vagy... Nem alszik. Tehát a téli álomról azt tudni kell, hogy akkor áll be, amikor a külső körülmények olyanok. Tehát, hogyha nagyon hideg van, akkor ő lelassul, és elmegy téli álmot aludni. Nálunk jelen pillanatban olyan meleg van, tehát ez a plusz 10 fokos január, igazából nem kell, nem vonul el. Tehát, hogyha van megfelelő mennyiségű táplálék, ugye a téli álmotól is kiváltja, hogyha nem talál egyszerűen annyi táplálékot, akkor ő gyakorlatilag elteszi magát egy tavaszig. Itt minden nap megkapja a maga adagját, nyilván a koplomapok a kivételével, de olyan kondícióban is van, hogy nem kell neki. Tehát ő nem alszik téli álmot, a mi medvénk. Nyilván nyugodtabb, nyilván nem mozog annyit, és az, ami furcsa, hogy nem is eszik annyit. Tehát azt várná az ember, hogy egy ilyen téli hónapban aztán még a vasszöget is felfalják ezek a medvék, de nem. Rendszeresen megmaradnak a porciók, amiket kiosztunk neki, hiszen nem kell, nem használ annyi energiát, mint amit mi várnánk.